A karácsonyfa és az ünnepi dekoráció sem hiányzik az otthon közösségi terméből. Az értelmi fogyatékosokat gondozó intézmény védencei közösen készülnek minden ünnepre. Sasha kedvenc versét szavalta el nekünk, és azt is elárulta, hogyan telnek a hétköznapok. Kézi munkáznak, rajzolni, társalogni, táncozni, zenét hallgatni. Minden nap tartanak munkafoglalkoztatást a gondozottaknak az intézményben. Ők is érzik, hogy szükségesek és fontosak, és valami maradandót tudnak, hasznosat alkotni, és munka közben fejlesszük, vagyis szinten tartjuk már a meglévő képességeiket. Kislinder Gábor, a község polgármestere, az intézményben tett látogatásán kiemelte, Topolya egy szociálisan érzékeny önkormányzat, és kiemelt figyelmet fordít a szektorban jelenlévő intézményekre, szervezetekre. Majlát Béla, az otthon igazgatója, pedig arról számolt be, hogy az intézmény egy 200 ezer eurós értékű Európai Uniós kísérleti projekt keretében jövőre két családi házban kezdi meg a sérültek visszaintegrálását a társadalomba. Családi házakat építünk, a következő évben kettő ilyet, és illetve egyet adaptálunk, így 14 gondozottunkat megpróbáljuk önálló életre serkenteni, persze megfelelő felügyelet mellett, de hogy megadjuk ezáltal nekik a lehetőséget arra, hogy beilleszkedjenek vissza a társadalomba, el tudjanak vegyülni, kint is tudjanak barátokat szerezni. Ennek a szép napnak sugárzó reggelén. Az intézmény védencei ünnepi versekkel, dalokkal köszöntötték a vendégeket.